Az Isten tiszteleten megterítjük az urasztalát, itt szokott lenni középen kenyér, van egy nagy szép fatálunk, arra tesszük le. A bőti szertartást ismerteti Böttger Antal református lelkész. Február utolsó vasárnapján ugyanis megkezdődik a húsvétot megelőző 6 hetes felkészülési időszak, amely során a hívők tartózkodnak az evéstől, ivástól vagy valamilyen tevékenységtől. A lelkipásztor elmondta, a gyülekezetben nyitottak a bőjt megtartására. A mi egyházunk nem szigorú. Ebben azt mondja gyakorlatilag szabadon, hogy mindenki úgy böjtöljön, ahogyan szeretne, ahogyan ő jónak látja, de nyilván ebben benne van az, hogy a böjt mégiscsak egy befele fordulás, egy elcsendesedés, egy önvizsgálat, egy Istenre tekintés. És ugye a böjtben mindig azt szokták kérdezni, hogy most szabad enni húst, nem szabad enni húst, hogyan, hiszen a régebbi egyházi felfogás az, hogy akkor húst nemezünk, és ezért is lett a húsvét, mert végre elővettük a húst. Nem a húsevés a kérdés, hanem az, hogy valamiben magam visszafogom. A böjtön kívül a február a farsang időszaka, a református egyházban azonban nincsenek ehhez kötődő ünnepek. Böttger Antal hangsúlyozta, van, amikor a lelki pásztor a gyülekezettel együtt ünnepli a farsangot. Jó látványtól.